Köszönöm, kedves testvérek! Egy héttel közelebb lettünk Krisztus születésének ünnepéhez. Várakozás időszakában vagyunk, és ilyenkor az advent időszakban a fülöpbőjt alatt, ugye nálunk görögkatolikusoknál, az ember egyre többet gondolkozik a múltján, és eldereng a jövőn is. Mit hogyan tett, és mit hogyan kell tenni ahhoz, hogy Krisztushoz méltó életet folytasson, jó Istennek öröme lejjen, jó Isten örömét lejje bennünk, hogy hálásak legyünk a jó Istennek mindazért, amit értünk tett, és ami talán a legnagyobb tett az Isten oldalágról, szeretett tényleg legnagyobb jele, vagy megnyilvánulása az, hogy magát fiát küldi közénk. Ez a fiú segítsen rajtunk, és egykor majd üdvözítsen. A hálátlanságról szeretnék mondani egy pár gondolatot, amely, vagy őszintén, sokszor nagyon rosszul esik számunkra. Akkor, ha valaki hálátlan velünk szemben, úgy érezhetjük, hogy feleslegesen vesztegeltük az időt, és feleslegesen foglalkoztuk a másikkal, feleslegesen szántunk időt, és talán sokszor pénzt, anyagi dolgot is azokra, akik bajban voltam, és segítettünk rajtuk. Napóleon a hátlanságról azt írja, vagy azt mondja, hogy megveti a hátlanságot, mert ez az emberi szív legrótabb bűne. Valószínűleg azért mondja ezt, mert nagyon sokan hátlan voltak vele szemben, és egy idő után már meg is fáradt segíteni, bele is fáradt abból, hogy segítsen a másikon. Mert ez lehangoló volt. Meddig tudunk egyáltalán másik emberen segíteni? Meddig kell segíteni mindazokon, akik talán nem veszik semmibe sem munkánkon segítségünket? Jó kérdés. Mindenki döntse a saját magában. Végül is senki sem tökéletes. Végül is azért is vagyunk itt a Földön, hogy segítsünk egymáson. Jóisten akaratát teljesítsük, és ebben a dologban is Krisztustól kell merítenünk, mert Krisztus volt az, aki annak ellenére, hogy az ember sokszor nem ismert előt, és megvetette, mégiscsak segített az emberiségen magán. Van itt egy másik gondolat is a hátlanságról, mégpedig Csontos Márta írja, a hátlanság csak annyit jelent, hogy szívből jövő adományodat természetes szolgáltatásnak vették. Nagy igazság. Valakinek teljesen természetes az, hogy segítsenek rajta, és ő annak fejében vagy ellenében semmit sem tesz. Ő ezt nem gyakorolja,
meg egyszerűen nem olyan beállítottságú ember. Jézus is a hálátlanságról beszél a mai evangéliumban, amikor is megpróbálja elmesélni a 10 leprás történetét. Tessenek fogadni nagy-nagy szeretettel ezt a mai evangéliumot. Jeruzsálembe menet Szamária és Galilea határára mentén vitt az útja, amikor az egyik faluba betért, 10 leprás férfi jött vele szembe. Még messze voltak, amikor már megálltak, és jó hangosan kérték, Jézus, Mester, könyörülj rajtunk. Rájuk emelte tekintetét, és így szólt hozzájuk, menjetek és mutassátok meg magatokat a papoknak. Útközben megtisztultak. Az egyik, amikor észrevette, hogy meggyógyult, visszament és emelt hangon dicsőítette az Istent, s arca borulva hálát adott neki. Ez szamáriai volt, Jézus megkérdezte, nem 10 voltak, akik megtisztultak? Hát a 9 hol maradt? Nem akadt más, csak ez az idegen, aki visszajött volna, hogy dicsőítse az Istent? Aztán hozzáfordult, állj fel és menj, a hited meggyógyított. Igen, testvérek, Jézus Krisztus, ami üdvözítünk, 10 ember gyógyított meg, és mégis ebből a 10 emberből csak egy valaki tudott hálát adni a Jóistennek, vagy akart hálát adni a Jóistennek, és ez az egy valaki is idegen volt, nem volt úgymond teljes értékű, igaz hitű ortodox zsidó, mert Szamáriából származott. Sokszor jönnek utánunk az emberek, hogy segítsünk rajtuk, papok után, hogy az egyház által nyújtott segítséget megpróbáljuk közvetíteni, továbbadni. Sokszor szembesülünk azzal is, hogy az emberek talán úgy tekintenek Isten kegyelmére, mint egy olyas valamire, ami nekik az jár. Nekem az jár, mert Isten szeret, mert Isten másféleképpen nem dönthet, csak segíthet, és így tovább, és így tovább. Sokszor az emberek úgy jönnek utánunk, papok után, mintha valamilyen húsboltba jönnének el, mintha valamilyen élelmiszerboltba jönnének el, kérnek házszentelés, keresztelőt és további más szentelményeket vagy szentségeket. Ugyanakkor, ha valamit meg kell tenniük, arra már nincs idejük, vagy talán a rohanó élet miatt félreteszik majd a visszánzást, és talán idő után meg is feledkeznek arról. Visszaemlékszem a Sziget című filmre, ott egy édesanyja az egyik szerzetes után, Anatoli atya után elhoz a gyermekét, aki mozgássérült. Az atya természetes módon tud rajta segíteni, nagyon jól tudja az az édesanyja is, hogy ez a szerzetes atya lényegében különféle Isten által megkapott ajándékkal, tehetségekkel van felruházva, és ezért tudja nagyon jól, hogy fog rajta segíteni. De amikor az édesanyjának is oda kellene magát tennie, mondván neki, hogy figyelj, hát maradj itt fele, imádkozzál itt a kápolnában, és a gyermeked meg fog gyógyulni. És az édesanyja akkor azt mondja, hogy nem maradhatok szerzetes atyám, mert nekem munkám van, nekem vissza kell mennem, nekem dolgoznom kell, az élet az rohan és megy. Inkább itt hagyom, és majd visszajövök érte. Az atya felháborodott, és jogosan szerintem, mert az édesanyának valami más talán fontosabb volt. Igen, testvérek, amikor hálát kell adni a Jóistennek, akkor egy kis időt kell rá szánnunk, akkor az sokszor nagyon nehezen megy. Mert rohan az élet, mert egyszerűen azt, amit kértünk, azt megkaptunk, és már nem kell foglalkoznunk az adott problémával, mert nincs. De a Jóisten szeretné, ha hálásak lennénk, mert akkor fog legközelebb is segíteni rajtunk, ha mi hálásak leszünk, ha érzi és látja a mi igyekezetünket. Ugye milyen rossz az az érzés, amíg lehangoló, amikor mindazok, akiken segítettünk, hálátlanok vagyunk szemben. Vajon a Jóisten mit érezhet akkor, ha megkapunk tőle
különféle ajándékokat, talán egészséget, talán kicsikét több kézzelfogható dolgot, amit megérdemelnénk, több sikert vagy szerencsét a karrierünkön belül, a munkánkon belül, és mi mégis hálátlanok vagyunk. Sok talentumot kapunk a Jóistentől, sok kegyelmet kapunk a Jóistentől, talán sokszor bele se gondolunk, hogy a hétköznapi életben mennyi mindennel segít bennünket az Isten, és mi sokszor hálátlanok vagyunk. Úgy érzem, a mai evangéliumot elolvasva fel kell tennünk két kérdést. Az első kérdés a következő. Mennyire vagyok mindazokkal szemben hálás, akik segítenek rajtam? Mennyire vagyok hálás szüleimmel szemben, amíg azok éppen élnek? Vagy akár gyermekeimmel szemben, ha épp idős vagyok, és azok a gyerekek segítenek rajtam, közelemben vannak annak ellenére, hogy sok minden más tehetnének, de mégis gondoznak, gondoskodnak rólam, és ápolnak engem. A második kérdés pedig az lenne, mennyire vagyok hálás a Jóistennek? Ugye a háladás szempontjából nagyon magasra teszi a mércét az az asszony, akiről a múlt vasárnap hallottunk, a meggörnyedt asszony, aki annak ellenére, hogy kirekesztik a zsidók, mert nem volt egészséges, mert nem élhetett úgy, mint a héberek javarésze, a zsidók javarésze, tehát kiközösítik a társadalom peremére, és ennek ellenére minden egyes alkalommal, amikor csak lehetett, el tudott jönni a zsinagógába, hálát adnia a Jóistennek. Mennyire vagyunk mi hálásak? Embertársainkkal szemben, és Istennel szemben. Kedves testvérek, éljünk úgy, hogy ne adjunk magunk után semmilyenféle tartozást. Legyünk hálásak, mert aki hálás, az egyben, én úgy érzem, szegény is. És a Jóisten a szegénységet nagyon, de nagyon tudja értékelni. Amen. Adventi Isten tiszteletünk megáldása és megszentelése jöjjön az Úrtól, aki Atya, Fiú, Szentlélek, teljes szent háromság, egy örök, igaz Isten. Amen. Imádkozzunk. Kegyelmes Istenünk, hála adással megállunk előtted ez adventi időszakban. Reménységgel telik meg a szívünk az ünnep várásában, mert érezzük, hogy valami jó közeledik. Érezzük a te érkezésed áldását, az ünnep megszentelésének alkalmát. De érezzük, Urunk, azt a sok-sok próbát, nehézséget, betegséget is, amely elhomályosítja előttünk az ünnep tiszta fényét. A legnagyobb örömöt jelentő áldások mögött is ott van a szívnek bánata, keserűsége,
a megszomorodás terhe. Kérünk, szabadíts meg minket e terhek alul. Engedd, hogy feléd forduljon minden ember, hogy hozzád térjünk mind örömünkkel, mind bánatunkkal. És add, hogy a beléd vetett bizalom teremjen gyümölcsöt a szívünkben. Add, hogy a hozzád való megtérés áldása legyen a remény, a szeretet és a békesség. Áld meg Isten tiszteletünket, szenteld meg szívünket és a te ígédet, hogy az ige magva szívünkben életet teremjen. Így kérünk fiadért, a Jézus Krisztusért, hallgass meg bennünket. Amen. Kedves testvéreim, Istenek igéje, amelynek alapján szólani kívánok, írva található a Zsoltárok könyve 27. részének a 14. versében eképpen. Várjad az Urat, légy erős, bátorodjék szíved, és várjad az Urat. Amen. Kedves testvéreim, advent ideje van, az előkészületek, a várakozás ideje. Karácsonyra készül a világ, karácsonyra készülünk mi is, várjuk az ünnepet. Várják az emberek a karácsonyt, és az advent azt jelzi, közel van. Várják, mert valami titokzatos, szeretetteljes, békés hangulat lengi körül ezt az ünnepet. Úgy képzeljük el, hogy olyankor meghitt minden, olyankor mosoly van az arcokon, megszűnik a rohanás, a veszekedés, ajándékokat adunk egymásnak, beszélgetünk. Mintha ez a két nap arról szólna, amiről az egész életünknek szólnia kellene. És ez a nagy csapdája is az ünnepnek, az ünnepvárásnak. Mintha két nappal pótolni lehetne mindent, ami egész évben nincs úgy. Aztán eltelik az advent, eljön az ünnep, ami el is múlik, és az emberek megtapasztalják, hogy semmi sem változott igazán. Esetleg egy sóhaj, hogy szép volt, ha szép volt, és keressük tovább azt, ami hiányzik az életből, ami nélkül nem teljes. Testvéreim, olyan sokan azt sem tudják, hogy mit várnak igazán. Megszólít minket a Zsoltár író szava ebben az adventben, és ezt mondja, várjad az Urat. Ő tudja, hogy kit vár. Tudja, hogy az élete csak akkor lehet teljes, csak akkor változhat meg, ha az Úr megérkezik hozzá, megérkezik az életébe, ott lesz a szívében. Testvéreim, mi is tudjuk, hogy kit várunk. Az Úr Jézus Krisztust, aki egykor Betlehemben megszületett, aki megváltott, aki örök életet szerzett. De nagy tévút, ha az ember csak az ünnepet várja, csak az ünnep hangulatát. A szeretetet, békességet kereső ember, az életét kereső ember várakozása sem karácsonykor, sem máskor nem teljesedik be, ha nem az Urat, nem Jézus Krisztust várja, aki egyedül megadhatja mindezt. Imádságunk legyen ebben az adventben a Zsoltárból hallott ige, várjad az Urat, légy erős, bátorodjék szíved, és várjad az Urat. Testvéreim, mi tudjuk, hogy kit várunk. Azt a Jézust, aki odahajolt a bűnös emberhez, akit mindenki elítélt, és kegyelmet szerzett neki. Azt a Jézust, aki a szegény özvegy két fillérjére azt mondta, hogy ő ezzel mindenkinél többet adott.
Mi azt a Jézust várjuk, aki meghallgatta a gyermekéért könyörgő apát, és meggyógyította a kislányt. Mi azt a Jézust várjuk, aki lecsendesítette a vihart, amikor már majdnem elvesztek a tanítványai. Testvéreim, nekünk az ünnep arról is üzen, hogy a betlehemi gyermek az a Krisztus, aki értem szenvedett és meghalt a kereszten, magára vette bűneim büntetését. Mi azt a Krisztust várjuk, aki a halált is legyőzte, és reményt adott mindenkinek, aki hisz benne, reményt minden mélységben, még a halál mélységében is. Várod-e ezt az Urat? Várod-e Krisztust? Nélküle nem lesz az életedben igazi ünnep, és nem lesz az életed igazi ünneppé. És nem változik meg semmi, ha Krisztus nincs az ünnepedben, nincs a szívedben. Nélküle maradnak a kőszívek, lehet, hogy lesznek ajándékok a fa alatt, de nem lesznek ajándékká egymásnak az emberek. A gyermek inkább tévét néz, hogy ne legyen tanúja a veszekedésnek. A megbocsájtó szó van elfeledve, nem az a régi tüske, bennmarad a lélek fájdalma a szívben. Hiába az advent, hiába az ünnep, ha Krisztus nem hoz változást az emberek életében, szívében és lelkében. Ahol a munkaszüneti napot várják, és csak a karácsony kellékeit keresik, ott elég, amit az ünnep ad. De ott, ahol Krisztust várják, és rátalálnak az emberek, ott békesség, szeretet és a reménység megélt valósággá lesz. Légy erős, bátorodjék a szíved, hallottuk a Zsoltárból. Mindaz, amit a nyomorúság okoz egy-egy emberi életben, csak Krisztusban nyert erővel hordozható el. Az advent ott teljesedik be, ahol megjelenik az Úr, és erőt ad. Mindenre van erőm a Krisztusban, aki engem megerősít, írja Pál apostol. Mennyi összetört szív és összetört lélek várja ezt. Erőt, hogy hittel lehessen hordozni fájdalmat is, betegséget is, gyászt is. Advent oda irányítja figyelmünket, hogy karácsonykor Isten lehajolt ehhez a világhoz, lehajolt az emberhez, és Krisztusban támaszt adott, erőt adott, és örök reménységet. Ehhez a Krisztushoz hív az advent. Őt kell befogadni, ha ünnepet szeretnénk. Bátorodjék a szíved, ezt nyeri el, aki az Úrra vár. Mennyi félelem él bennünk, mennyi minden miatt retteg az ember. Aki befogadja a feltámadott Krisztust, aki megváltónak vallja őt, az bátorságot nyer. A mi Urunk ezt mondja, örök életet adok nekik, és soha örökké el nem vesznek, és senki ki nem ragadja őket az én kezemből. Ez a hit vezessen minket, Jézusban bízva én, szívemet átadom, mert így tudom, akármi ér, Atyám szeret nagyon. Életünk félelmeit csak a Krisztus hitben győzhetjük le. Testvéreim, ezt az Urat várjuk karácsonykor, ne az ünnepet. Nélküle megnyomorítanak életünk terhei, nélküle hiába keresünk más életet az ünnepben, elesettek vagyunk, és félelmekkel terheltek. Teljesedjen be a mai adventi ige számunkra, a Krisztussal való találkozásunkban. Várjad az Urat,
légy erős, bátorodjék szíved, és várjad az Urat. Hát adja, segítsen, és áldjon meg bennünket a mindenható Isten, hogy így legyen. Amen. Kegyelmes Atyánk, köszönjük megszólító igédet, hogy bátorítani és erősíteni akarsz bennünket advent idején. Imádkozunk, Urunk, igazi találkozásért, azért, hogy az ünnep Jézus Krisztust hozza el a szívünkbe, az életünkbe. Oly sok üresség, oly sok szeretetlenség teszi szomjassá lelkeinket a veled való igazi találkozásra, amikor a hitünk erőt és örök reménységet ad. Ezért a hitért imádkozunk, amely a te akaratod szerinti életet ad, és megtermi neked kedves gyümölcseit a mi életünkben. Köszönjük advent idejét, hogy ígédet hallgatva nem csak az ünnepet, nem csak annak külső csillogását látjuk, hanem annak igazi lényegét, az értünk született Krisztust. Így imádkozunk most minden emberért, hogy ők is meglássák ezt. Hiszen te ott vagy minden örömben és boldog percben, lássák meg, hogy a te ajándékod minden örömteli idő. De tudjuk, hogy ott vagy velük a betegség hordozásában, ott vagy vigasztaló úrként a gyászban, ott vagy magányban, ott vagy a lélek keserűségében is, a kilátástalannak tűnő helyzetben levőkkel is. Kérünk, tarts meg kegyelmesen minket ebben az adventben, hozd el az ünnepet, hozd el a Jézus Krisztussal való találkozást az életünkben. Így imádkozunk a mi szeretteinkért közelben és távolban, gyülekezeteinkért, népünkért és nemzetünkért. Kérünk, hogy áld meg e mai napunkat, e mai napunknak a hátralevő óráit, de kérünk, Urunk, hogy te kísérj bennünket az előttünk álló héten is, annak a munkáiban, a szolgálataiban, a feladataiban, vagy éppen a pihenésében, és kérünk, Urunk, hogy mindenkor, minden időben te légy és te maradj, ami őriző, oltalmazó, gondviselő és megtartó pásztorunk. Fiadért, a Jézus Krisztusért kérünk, hallgass meg bennünket. Amen. Mi, Atyánk, ki vagy a mennyekben, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, mint a mennyben, úgy a földön is. Ami mindennapi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg a mi vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk azoknak, akik ellenünk vétkeztek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg minket a gonosztól, mert tiéd az ország, és a hatalom, és a dicsőség, mind örökké. Amen. Mindezeknek utána az Atyának kegyelme, a Fiúnak szeretete, és a Szentléleknek minden jóra vezérlő ereje legyen és maradjon mindnyájunkkal. Amen.
Kedves testvéreim, már második gyertyát gyújtunk az adventi koszorún. Jövő héten nem várnák ránk csak hétfőn Szent Miklós püspök ünnepe, és szerdán parancsolt ünnep a Szűz Mária szeplőtelen fogantatása, de pénteken és szombaton vannak előírva téli kántorbőti napok, zimne kántrové dni. Ezeken a napokon fogunk különösen imádkozni a béke és igazságosság megőrzéséért. Könyörögjünk! Istenünk, te kinyilatkoztattad, hogy a békesség szerzők a te gyermekeit. Kérünk, add meg nekünk, hogy szüntelenül megvalósítsuk azt az igazságot, amely egyedül képes biztosítani a tartós és igaz békét. Ami Urunk Jézus Krisztus, a te fiad által, aki veled él és uralkodik a Szentlélekkel egységben, Isten mindörökkön örökké. Amen. Boldogok a békességben élők, mert Isten fiainak hívják majd őket. Testvéreim, ebben a közös könyörgésben kérjük mennyei atyánkat, hogy a nemzetek nagy családja testvéri egyetértésben éljen. Imádkozzunk az egész világon elterjedt egyházunkért, járja át Krisztus szava és példája, hogy váljon a nemzetek közti egység és békesség jelévé. Kérjük Urunkat, kérünk téged, hallgass meg minket. Imádkozunk a nemzetek vezetőjéért, védelmezzék minden lehetőséget felhasználva az emberi jogok érvényesülését, és így előmozdítsák az emberiség nagy családjának egységét. Kérjük Urunkat, kérünk téged, hallgass meg minket. Imádkozunk azokért, aki igazságtalanul szenvednek. Kapjon minden ember, minden nemzet és nemzetiség egyenlő jogokat, s ugyanakkor vállaljon egyenlő kötelezettségeket. Kérjük Urunkat.
Kérünk téged, hallgass meg minket. Imádkozunk egyházközségünkért, és saját magunkért is. Legyünk egyek a hitben és szeretetben, hogy Krisztus szeretete és békéje bennünk lakozzék. Kérjük Urunkat. Kérünk téged, hallgass meg minket. Teremtő Istenünk, akaratot irányítja a létűnő évszázadokat. Hallgasd meg kegyesen könyörgésünket, és add meg nekünk a béke nyugalmát, s az igazságosság gyümölcsét, hogy újongva dicsérhessük hozzánk való irgalmadat, Krisztus, ami Urunk által. Amen. Békességet hagyok rátok, az én békémet adom nektek, mondja az Úr. Könyörögjünk. Kérünk, Istenünk, ajándékozz nekünk szereteted lelkét, hogy mi, akiket egyszülött fiát testével és vérével sokszor tápláltál, eredményesen ápolhassuk az emberek között azt a békét, amelyet ő hagyott nekünk, aki él és uralkodik mindörökkön örökké. Amen. Az Úr legyen veletek, és a te lelkeddel. Áldjon meg benneteket a mindenható Isten, az Atya, a Fiú és a Szentlélek. Amen. Mondjuk áldást az Úrnak, Istennek legyen hála.